Politikája is azzal kezdődik, hogy minden embernek alapvető emberi joga, hogy hozzájusson az egészséges ivóvízhez. És ezért fogalmazta meg a keretirányelvet is, hogy védjük a vizeinket, hiszen a fenntartható vízgazdálkodás az a közösen elérendő cél, amely egyszerre minden megszületendő vagy éppen élő embernek a legfontosabb ügye, hiszen ha a vízgazdálkodás nem fenntartható, akkor legalapvetőbb élethez szükséges elem az ivóvíz nem fog rendelkezésre állni megfelelő mennyiségben és minőségben. Azt gondolom fontos ismételten aláhúzni, hogy a következő két évtizedben úgymond a klímaváltozásra odafigyelve természetesen, azt nem mellékelve, de oda kell figyelnünk mindazon embertársainkra, akik úgymond a bolygón újra megjelennek, vagy éppen megjelennek és élni akarnak, mert ők ragaszkodni fognak a vízükhöz, hiszen enélkül nem tudják az életüket békésen és megfelelő minőségben élni. Aki régi győri, vagy hát annyi idős, mint én, az emlékszik arra, hogy 1954-ben mi volt itt Réfaluban, Magyar Ónai Jászint utcába csónakáztak. Aztán 2002-ben újra egy hatalmas árvíz vonult le a városba, de szerencsére az addigra megerősített védművek, azok már megvédték a Réfalut, illetve megvédték a sziget közt is az áradástól. Előbb itt hallottunk, hogy a víz milyen nagyszerű dolog. Én úgy egészíteném ki, hogy a víz gyakorlatilag az életnek az alapja, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, de a víz mindig veszélyes is. Erre emlékeztessen bennünket ez az emlékmű, és nagyon örülök annak, mint Réfalusi, a Réfalu egyik önkormányzati képviselője, hogy ezt az emlékművet a Pannonvíz, a Győrsor, mint a győri városnak a cége, illetve a Édukövizik közösen felújítottak, és ez egy kis emblematikus helye lesz Réfalunak. Emlékeztetnek arra, hogy ez a városrész milyen nehéz időszakokat élt át 1954-ben. Éve rendezzük meg a Vízvilágnapját. Annak idején az ENSZ így döntött, hogy ezen a napon emlékezzünk meg a tulajdonképpen az éltető elemünkről. Győrben különösen sokat jelent a víz nekünk és az összes vízzel foglalkozó szervezetnek, és különösen sokat jelent itt Réffaluba. Réffaluban 2002-ben volt legutóbb egy nagy árvíz, és ez az árvíz ugyanakkora volt, mint az 1954-es. Szerencsére ez az árvíz már nem okozott gondokat a jól karbantartott védműveknek és a vízvédelemmel, árvízvédelemmel foglalkozó szakembereknek köszönhetően. A gyerekeknek szól ez a gátőrházban megrendezett program. Ilyenkor bemutatjuk a csatornás kocsinkat. A csatornakamerával láthatók a csővezetékek belsejében levő meghibásodások, szennyeződések, az új csatornák átvételekor mindegyik csatornát nagyon szigorúan átvizsgáljuk, és hogyha felújításra kerül sor, előtte, utána mindig sor kerül a csatornakamerázásra. Idén először meglepetésnek, hogy a gyerekek is jobban élvezhessék, egy kis krokodilt tettünk a csatornába, hogy a kamera igazán közelre hozhassa a kis állat képét. Ezzel az autóval vizsgáljuk az új és meglévő csatornákat. Az új csatornák esetében a garanciális átvétel és a garanciális hiba javításokat nézzük. Ezzel vizsgáljuk tulajdonképpen a csatornának a belsejét. Meglévő csatornáknál a bejelentett hiba után kimegyünk a helyszínre, a mosóautó kitisztítja a csatornát, és utána a kamera megnézi, hogy tulajdonképpen hol a hiba. Ez méterre pontosan meg lehet mondani, hogy tulajdonképpen mi a hiba és hol jelentkezik, és akkor azon a helyen lehet tulajdonképpen a javítást és a bontást elvégezni.
ezzel a kamerával 150-es átmérőtől tudunk vizsgálni, van egy nagyobb kameránk, az pedig az 500-as átmérő fölött vizsgáljuk vele a csöveket, és van egy ilyen betolószáras kameránk, amivel 100, átmérő 100-as csőbe vizsgálunk. A kisebb kamerával kézierővel, a nagyobb kamera az pedig innen benti vezérléssel történik a vizsgálat. Hoztunk egy csövet, amit fektetnek a földbe, és ez egy 150-es átmérői cső, ebbe megy a kamera, belrejtettünk egy kis krokodilt, és tulajdonképpen ez imitálja azt, hogy mit látunk a cső belsejében. A rendezvény egy másik helyszínén vízkémiai bemutatót láthatnak. Két laboros kolléganőnk a vízzel kapcsolatos egyszerűbb kémiai kísérleteket mutatják be. Vízkeménységet mérnek, lugosságot, pH-t, a vízminőségről szóló kérdéseiket megválaszolják a kisgyerekeknek. A Pannonvíz központi laboratóriumából jöttünk ma ide a Vízvilágnapjára, és pár alapvető vizsgálatot elhoztunk a gyerekeknek szemléltetni. Ilyen például ugye a vasvizsgálat, az ammónia, nitrit, foszfát. A laboratóriumban felkészültünk, és ugye mesterségesen állítottunk elő ilyenfajta vizeket a gyerekeknek, mert ezek nagyon szép színesek. Hoztunk ki két oldatot, egy savas oldatot és egy lugos oldatot, mivel ugye fotométerekkel és különböző nagy műszerekkel ide nem tudtunk kivonulni, és a pici gyerekek nem is nagyon értették volna, hogy mi mit csinálunk, ezért pH papír segítségével, ami nagyon tetszett nekik, megengedtük, hogy ő maguk a kis kezükkel belemártották a lugos, illetve a savas oldatba a pH papírt, és nagyon örültek, amikor az színes lett. A színvilág tetszett nekik a legjobban, ugye, a szép színes oldatok, a lányoknak a rózsaszín, a fiúknak a zöld, és ugye elmondtuk nekik, hogy a háztartásokban hol találkozhatnak lugos, illetve savas oldattal. A laboratóriumban minden nap folynak vizsgálatok, ütemterv szerint dolgozunk, havonta Győr összes hálózatának a vizét nézzük, negyedéves lebontásban pedig az összes kútnak a vizét. A hálózati vizet ugye azt is elég részletesen vizsgáljuk, a kútvizeket pedig még részletesebben, tehát ott már fémes vizsgálatok vannak. Nagyon szerencsések vagyunk, mert Győrnek nagyon jó a vize, éppen ezért komoly tisztításra nincs is szükség. Ugye Győrben, Szőgyén és Réfaluban az egyik helyen zárt nyomású szűrő van, a másik helyen nyitott nyomású szűrő van, és végül is csak vasmangántalanítás folyik. Másra nincs is szükség. A harmadik helyszínen egy víziközmű terepasztalt láthatnak. Ez a víziközmű terepasztal azért készült, hogy bemutassa, hogy hogyan jut el a víz a fogyasztókhoz, és hogyan jut el a szennyvíz a házakból a szennyvíztisztító telepre. Ez szerintem igen látványos és igen jó módja annak, hogy a gyerekeket megismertessük a föld alatti vezetékek rejtelmeivel, és tulajdonképpen hiszen ezeknek az üzemeltetése a mi munkánk. A víziközmű terepasztal azt szemlélteti, hogy egy település vízellátása és szennyvízelvezetése hogy épül fel. Ugye ezek a csövek a föld alatt mennek, föld alá vannak telepítve, nem látszanak. Ez a terepasztal azt szemlélteti a gyerekek számára, hogy hogyan helyezkednek el és mi a szerepük. A terepasztal bal oldalán található a vízműtelep, ahol egy kút van szemléltetve a benne lévő szivattyúval. A szivattyú a nyers vizet a gépház felé továbbítja. A vízműtelepen, hogyha szükség van, akkor a vizet kezelik. Győrben itt csak vas és mangántalanításra van szükség, ami egy egyszerű kavicszűréssel a hálózatba továbbíthatóvá teszi a vizet. A vízműtelepről a hálózati szivattyú a vízhálózatba továbbítja a vizet. Magas pontokon víztározók vagy víztornyok vannak kialakítva, amelyeknek a szerepe a víztározása, illetve a megfelelő víznyomás biztosítása. Az utcai gerincvezetékeken és a bekötő vezetékeken keresztül a víz eljut a házakba lévő belső vízhálózathoz, a vízmérő aknán keresztül. Ugyanerre a vízvezeték hálózatra vannak telepítve a tűzcsapok, illetve a közkifolyók is. A terepasztal másik része az a szennyvízelvezetést szemlélteti. Bekötő szennyvízvezetéken
keresztül az utcai szennyvíz hálózatba jut a szennyvíz. Ez a terepasztal egy gravitációs csatornát ábrázol. A gravitációs csatornának a lényege, hogy mindenféle energiabefektetés nélkül elfolyjon a szennyvíz a szennyvízelvezető hálózaton keresztül. A mélyponton szennyvízáttemelő berendezés van kialakítva, ahonnan szivattyúk továbbítják vagy egy következő gravitációs hálózatba a szennyvizet, vagy pedig a szennyvíztelep felé nyomják tovább, ahol megtisztításra kerül, és a befogadóba kerül a tisztított víz. Ugye ők környezetből nagyon sokat tanulnak a vízhasználatról mostanában, környezetvédelemről, és így ez a terepasztal szemlélteti számukra azt, hogy a földbe lévő vízhálózat és csatornahálózat hogyan helyezkedik el, illetve hogyan működik. Hogyan lehet az, hogy ők megnyitják otthon a csapot és víz folyik rajta, illetve a kádból kihúzva a dugót, az a víz hova távozik, hogyan távozik el. Ezt szemléltette számukra ez a bemutató terepasztal. Negyedik helyszínünkön pedig két szerelő kollégánk, Takács László művezető és Helenkovics István ügyeletes szerelő kollégánk mutatja be azokat az anyagokat, amivel nap mint nap dolgoznak, azokat a csöveket, amik a föld alatt találhatók, az utcai gerincvezetékeket, a bekötő vízvezetékeket, és idén először szerepel egy olyan régi acél csővezeték, amit itt a Káptalandom környékén emeltünk ki a föld alól egy felújítás során. Régen gyakorlatilag a II. Világháború előtt szinte csak öntvénycsöveket használtak, nagyon megbízható, a mai napig is város részek vannak ellátva öntvénycsővel. Óriási hátránya a jelenlegi pillanatban az, hogy az előállítása drága, a tömege nehéz, tehát szállítás szempontjából ez az anyagköltség szempontjából érdekes, de az idomok, tehát a betett idomok a mai napig nagy részt öntvényből készültek, és bizonyos dinamikus rengés által erősen kitett szakaszok nagyforgalmi utak alá még a mai napig is csak azokat fektetjük, mert azok a megbízhatóak. Az újabbak ugye ennek pont az ellenkezője, tehát a nagyon olcsó gyártási költség, a maga az anyagnak a fajlagos költsége könnyű, még egy öntött vascsőből talán egy teherautó 100-150 méternyit tud átmérőtől függően szállítani, ugye egyik ország részből a másikba, ugyanez a műanyag vezetékekből elérheti ugyanakkor a átmérőben 5-600 métert. Tehát 5-6-szoros szállítható egy fuvarra. A mi feladatunk ellátni a lakosságot az ivóvízzel, tehát a víztermelőterep, illetve a víztornyok közötti ellátószakasznak a mindenkori biztosítása a nap 24 órájába és a 768 órájába. A érdeklődőknek megmutattam a jelenlegi és a régebbi vízvezetékekből egy-egy kis darabkát, továbbá a mérőszerkezeteket, a vízmérőszerkezeteket. Felhívtam figyelmüket a mérő elfogyásra, ami főleg az idei februárban az időjárás miatt sűrűbben jelentkezett. A kisebb gyerekeknek természetesen úgy, hogy szüleik bevonásával ezt tavasszal a téli időszakban végezzék el. A nagyobbaknak már természetesen a jogszabályokról is lehetett valamennyit elmondani. Mindegyiknek felhívtam a figyelmet, hogy a lakossággal érintkező bármelyik dolgozónknak egy milyen kártyával kell rendelkezni, ami fényképes, bélyegzővel ellátott, igazgatónk által aláírt, csak abban az esetben engedhető be. Felhívtam a figyelmüket továbbá arra, hogy a Pannonvíz Zrt. Egyetlen dolgozója se szedhet készpénzt. Néhány szót mondtunk még a környezetvédelmi okok miatt arról, hogy nem csak azért fontos a csepegő víz, a vízcsapoknak a megjavítása, illetve az odafigyelés rá, mert a vízdíj tetemes részét jelentheti, hanem arra is, hogy az édes vízkészlet az egy nem állandó dolog, ahol már ma többször is, sőt az egész nap szinte arról szól, hanem ezt a vízkincset meg kell őrizni, ami egyre inkább az ő feladatuk lesz, mert ők vannak abban a korosztályban, akik még fogékonyak is, és érinteni is fogja őket a későbbiekben. Reméljük, hogy a több száz kisgyerek maradandó élménnyel távozik. Nekünk is igen sokat jelent, hogy bemutathatjuk a szakmánkat, és a víz szeretetére nevelhetjük ezeket az apróságokat. Alattunk
itt a Mosoni Duna alatt is, de a szigetköz alatt is több száz méter mély kavicsrétegben Európa egyik legjobb minőségű vízbázisa rejlik. Különösen öröm számunkra, hogy ezzel a vízzel dolgozhatunk. Ez nagyon jó minőségű víz, egyedül a vas és mangán eltávolítására van szükség, ezt is vegyszermentes technológiával, levegőztetéssel és szűréssel oldjuk meg. Más helyszíneken, más kevésbé kedvezőbb helyszíneken komoly vízgyárak kellettek, hogy épüljenek a felszíni víz tisztítására. Nekünk nagy szerencsénk ez a természet adta kincs, és büszkék vagyunk rá, szeretnénk ezt a jövő nemzedékének, a gyerekeknek is bemutatni. Legyenek ők is büszkék arra, hogy ilyen finom, egészséges, jó a győri csapvíz.